elsőszámú tolszója, Bagi Nacsa újra a Frisbee-ben. Ezúttal Balázs Klári és Korda György szerepében tisztázzák a konfliktusukat velem kapcsolatban. Itt lesz tehát Bagi Iván és Nacsa Olivér, azaz Balázs Klári és Korda György. Végül olaszországi otthonában fogadott bennünket Carlo Pedersoli, a nagy Piedone, vagyis Bud Spencer. Kezdünk! Most a Frisbee-ben. Jönnek a humor nagyágyúi. Érkezik a Bagi Nacsa, azaz Bagi Iván és Nacsa Olivér. Pár évvel ezelőtti Sziget Fesztivál után idén a Miskolci Sörfesztivál plakátjára sem került fel a Korda házaspár. Balázs Klári és Korda György ezért nem léptek fel a Sörfesztiválon. Ebben valamelyest én is ludas vagyok, ezért szeretném velük tisztázni a történteket. Hölgyeim és uraim, fogadják nagy szeretettel Balázs Klárit és Korda Györgyöt! Nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Gyuri, mondj már valami. Csak jó estét. Ha már ide eljöttünk. Jó estét, kívánok, hölgyeim és uraim. Na most szeretnék valamit tisztázni, mert felvezette a... Ez, melyik műsor ez, Klári? Gyuri, ez a Frisbee. Ne csinálj úgy, mint aki dögledezik. Maradjál! A Hajdú, ez az? Ő a Peti, ez a jóképű pasi, Gyuri. Szóval maradj egy kis. Beszéljük csak azért meg, mert fölvezette ezt a sörfesztivált. Na most idén 56. éve, hogy erre a pályára lép. 60! Egészen gyerekként kezdhette, tehát nem nézel ki 60-nak sem. Aranyos vagy most össze. Na most egy pillanat. Tehát az, hogy te nem írtál föl a plakátra... Maradjál már egy kicsit. Az, hogy te nem írtál föl a plakátra, az megmondom őszintén, nagyon rosszul esett. Nagyon fáj Gyurinak. Azért is, nagyon. Mert hát én nem tudom, hogy kik léptek ott föl, meg én nem tudom, mi a mai... Van ez a... Kis grófó, vagy hogy az apja. Mondtad, hogy mennyire illik hozzád az a szám. Úgy hát hogy kezdődik, tudom, hogy van... Gyuri? A szegény vagyok. Hogy kezdődik? Szegény vagyok. Szegénynek születtem. Ez na most nem dík. De hogy folytad? A nézését, meg a járását, meg a csétöt. Ne énekel, most... Gyuri. Klárikám, nem ér. Klárikám, de mint hogyha annak idején rólad írták volna, nem? Hát a nagy műszorról a nézését, a járását, a csípőjének a ringását. Hát sajnos a járásom már nem az igazi. Klárikám nézése, az meg arról le is beszél. Na most... Elszaptál, Gyuri. Szokták mondani, na, mert egyébként nem igaz. Szóval azt, hogy mi 35 év együtt vagyunk 40, a színpadon. 40, Gyuri. Te nem most tudod... múltál 40, ne viccék le. De azt kell, hogy elmondjam neked... Tolmácsoljak, Gyuri. Hogy... Nagyon fájt neki, hogy ilyen jellem. Na most ez, én azt mondom, azért azt tisztázzuk, hogy utána mi felajánlottuk nektek, hogy természetesen örömmel látunk, hát vártak a miskolciak benneteket. Ott voltak, több ezzel is tüntettek, hogy hol vannak a kordáik. Jaj, hát előbb, cserben hagytátok őket. De cinikus. Hát előbb lettél volna okosabb fiam. Szóval azt, hogy utána meghívsz,
gyakorlatilag gázsit nem akartál fizetni. Én most ezzel nem akarok foglalkozni. Igen. Hála Istennek. Jó képű srác, de smuci. A fesztivál nélkül, és most nem azért, hogy maguk itt vannak, és hallják önök is, fesztivál nélkül minden nap három fellépésünk lenne, nem tudunk mindent elvállalni. Igen, le kellett mondanunk 20 fellépést, ezért fogunk téged beperelni. Klárikán... Ugye, Gyuri? Szereti a pénzt. Na most... Miért? Ki nem szereti, Gyuri? Én ezt vállalom. A legújabb lemezünk a már megjelenés pillanatában platina lemez lett. Sőt, én mutatom, hogy gyémánt. Nem, alumínium. A hosszú házasság titka, minél nagyobb a karát, annál nagyobb az évek száma. Na most beszéljünk arról, mert hagyjuk ezt az egész fesztivált, már le van szóra ugyanúgy. Csak azt szeretném, hogy... Nem vagyunk rád szorulva. Maradjál már. Hogy értsétek meg, hogy nem az én hibám. Tehát, hogyha úgy érzitek, én megkövetlek benneteket... Fizess ki a gázsinkat. Úgyhogy nem értetek oda? Hát úgy. Engem az nem érdekel, Klárikám. De mennyi a gázsitok? Azt szokták ránk mondani, hogy... Ezt én szoktam mondani a mi házasságunkra. Hogy ő dönt a nagy dolgokban, én meg a kicsiben, de nincsenek nagy dolgok. Amiről, ha bármilyen kár ér benneteket, azt természetesen megfizetjük, tehát kifizetjük. Természetben is lehet. Most... Bocsánat. Mit mondtál? Ha most kapcsolok, tehát azért... Ez egy jóképű fiú, Gyuri, elintézi, amit most nem tudsz. Hát azért, mert a baginlacsáján félhülyének állít be, hát ne haragudjál. Azért hallottam, amit mondtál. Vicc van, megkapod a magadét. Na, arról beszélünk, hogy nagyon sokat támadtak, és most ne haragudjanak ezért, hogy ugye el akarjuk adni a házat Velencén. Igen. De ez igaz, ez a híret, annyi pletykát lehet olvasni. Annyi veletek hazugság, kapcsolatban az egészségügyi indulat. Állapotodról, arról, hogy öltöztök. A villa megvan még, a Korda villa? Neked most... mondta, hogy hallgass. Na most... Szerintem neked, Klári. Maradjál, Klárikám. Szőke vagyok, Gyuri. Klárikám, nem érdekel. Szeretném ezt a dolgot elmondani. Maradjál, nem tudom, mit csinálok veled. Na most... Szóval a Korda villa megvan még? Na most a Korda villa... A Korda villa megvan. Amiről beszélnek, elnézést kérek, amiről beszélnek, a velencei ház, az tulajdonképpen egy nagyon kis egyszerű nyaraló. És ott éltek, ugye, ebben a nyaralóban? Hát, nem nyaraló, hát van 100 hálószoba. Márványból van, aranyból, gyémánból. És ott van a jachtkikötő, Gyuri. Semmi jachtkikötő. Hát minden szobában két méteres plazma. Barányban, rám hívod. De miért, Gyuri? Nem így van. Rám hívod a napot, pac. Ez egyébként a tóparton milyen távolságra van? Hát miért? Hogy? Mit? A velencei tótól milyen távolságra van a ház? Nagyon messze az van. Gyuri, hát miénk a velencei tó? Ott van a helikopter leszálló, Gyuri. Nem normális. Hát személyzetünk van. Nem tudom befogni a szállót, tehát nem kell elmondani mindent. Semmilyen érintettség nincs. Lecsapoltuk a velencei tavat, hát már elnézést. Meg nem tettük magunknak. Elnézést kérek, hát tudják, mennyit kell gyalogolni a háztól a velencei tóig? Mennyi? 3 lépcső. De azért az nekem már egy kihívás. Annyi szóval hazugság lesz... van, tényleg, Peti, nagyon de sok ugye, a rossz indulat. Most vett Gyuri egy szigetet Kariban. Most miért kell ezért őt támadni, ugye, Gyuri? Vegyék már le a hangot.
verjék le. Na, szóval a Velencei ház marad, vagy eladjátok, és a Rózsadombra költöztök? Na most, ez is, ne haragudj. Hát, azt, hogy a Rózsadombra költözünk, ott is van egy kordán. Ott is élnek emberek. Ott is élnek emberek. A házat szeretnénk eladni, a Kóbor már egyet megvett. Egy nagyon szerény talált szegér. Pénz, Gyuri. Örülnék, mert ez a feljárás Budapestről, már rengeteg fellépés, egyszerűbb lenne innen indulni. Téged nem érdekel? Hány hálószobás? 100, Gyuri. Nagyobb, mint a Friderikusz háza? Ki, milyen ház? A Friderikusz házánál hát, nagyobb. Ott még nem jártam. Hát, hát ezt te tudod. Ezt nem most hány hálószobátok van? Na most, Gyuri. Pillanat. Ébredj már föl. Én számoltam meg. 100 megint túlzol, hát de... 38. Na most... De ettől függetlenül... De más is lakik abban házban, vagy csak ti ketten? Te is oda jöhetsz. Hát... Én örülnék. Nem neki. Nagyon. Hát Klárikám nincs jöttön, akkor lakik egyszer-egyszer valaki. Na most... De az nagyon ritka, sajnos, hogy nincs ötöd. Na most azt, hogy ha te megvennéd ezt a házat, akkor azért van Zsozsó, úgy hallottam. Ellennétek. Én nem zárkózom el, hogyha ezzel tudunk benneteket kárpótolni a Sörfesztivál elmaradt fellépése kapcsolatban, én megveszem. Hát meg eladtuk a házat. Hogy ennyi az a... Póker vagy éneklés? Most melyik áll a szívedhez közelebb? De most ez egy olyan kérdés, amire nem tudok válaszolni, ha... Egyik sem egy neki. Ha sok... Friderikusz vagy Fábri? Ez most ugyanilyen, Friderikusz vagy Fábri rajongó vagy? Ha sok pénzt keresek a pókeren, akkor az áll hozzám közelebb. Ha éppen bukóban vagyok, akkor meg nem szeretem. De ez egy olyan szintű szerelem, most azt képzeljék el, hogy ebből is egy olyan őrület lett, ebből a pókerből, hát én ezt nem tudtam, aztán oda is bejöttél mellém, hogy... De most már le is győzt pókerbe, mi a szépen? Sajnos igen, de legalább családi kasszában maradt. Szóval a póker az, hogy ebből tévé közvetítés legyen, ezt én soha nem gondoltam volna, az, hogy... De ezt neked köszönheti az ország, hogy én népszerű vagyok. Ezt akartam kimondani. Intézmény. Mi az, amit még neked... Legenda. Ugye a póker közvetítés az elvitathatatlan. Igen, minden. Hát ezt a rengeteg csodálatos dalt, amit a közönségnek adtam, ez az elmebeteg Baginacsa. Akik... Annyit bántanak, rúgtak belénk, ütöttek, akik... vertek, taposták a fejünket. Ugye, Gyuri? De ebből mi nagyon sokat keresünk, úgyhogy... Drága ág, sokat fizettünk. Azt, hogy csak akartunk adni a közönségnek, és azt hiszem, hogyha a jó Isten megengedi, akkor ez így lesz még nagyon-nagyon igen, sokáig. Igen. Tudom azt, hogy van itt egy zenei színpad. Igen, ezért... de előtte még, mielőtt rátérnénk, egy dolgot szeretnék tisztázni, ugye nincs harag. Tehát elfogadtátok a meghívásunkat, most akkor szent a béke? Nem. De miért? Ha megveszed szeretnének a... megkövetni benneteket, szent a béke? Ugye, szent a béke, ha megveszed a házat. Adáson kívül... Ezt megbeszélem Klárikával. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. A színpad a tiétek. Most pedig hallgassák meg a legújabb slágerünket. Most arra kérlek, hogy hallgass meg végre. Most arra kérlek, hogy ne szakíts félbe. Most arra kérlek, hogy adj nekem sanszot, ha megszólítlak, ne fordítsd el az arcot.
divatba jöttünk, mert tombol a retro, romantika kell, nem pedig tempó. A Diák szigeten egy mámoros estén, megőrjít mindenkit, majd ez a refrén. Mamma, mamma, Maria, mamma, 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 Maria, mamma, 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 Maria, mamma, 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 Maria, mamma. Hogy kerül ide? Pontosan értem. Klárikámat már jól beismértem. Lehet, hogy kimarad Amerikába, de visszajönnék, az lesz a nagy dráma. A szerelemre vágysz, ölej át jobban. A szerelemre vágysz, hát szeressek jobban. A szerelemre vágysz, ne félj a csóktól. Most itt az alkalom, meríts a jobból. Mamma, mamma, Maria, mamma, 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 Maria, mamma, 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 Maria, mamma, 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 Maria, mamma.